Sziasztok! Itt a Filmbarátok Podcast egy egészen különleges rögzítéssel most, mert újra van egy vendégünk, és ha már van egy vendégünk, akkor rögtön egy audio kommentárt is rögzítünk a vendégünknek a munkássága kapcsán, és mindjárt el is árulom, hogy kiről van szó, de akkor előbb köszöntsem a nem hivatalos ötödik filmbarátunkat, akik már oly sokszor nálunk van, Szőlőskei Gábor. Szia, Gábor! Sziasztok! És itt van a mai vendégünk, aki egy egészen kultikus horror komédiát rendezett pontosan 20 évvel ezelőtt, és biztosan sokan ismerhetitek talán névről ezt a filmet, hogy Hasfal metszők, ha nem, akkor talán ezzel az adással közelebb hozzuk nektek, és ezzel üdvözöljük vendégünket, Bernát Zsoltot. Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és hogy egyáltalán emlékeztek még erre a kis független filmre, ami már ugye 20 évre készült, illetve 20 év mutattuk be, hogyan az előbb említetted. Igen, hát nektek a Gáborral van egy kis közös múltatok, erről majd a következő percekben biztos beszéltek még. Egy kis info, hogy hogyan gondoltam egyáltalán arra, hogy meghívjalak téged ebbe az adásba. Nekem tavaly ajánlották ezt a filmet, mert én bevallom őszintén, én nem hallottam erről a filmről egészen tavalyig, és megnéztem, és nekem tökre bejött, főleg, hogy ilyenfajta magyar filmet még nem láttam, és éppen ezért egyből első reakcióm az volt, hogy hú, basszus, de jó lenne meghívni ennek a rendezőjét, és vele együtt egy audio kommentárt csinálni, amire már szerencsére egyre több példa volt itt a csatornánkon, úgyhogy én nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Biztos megijedtél, hogy kik ezek, és mit akarnak. Nagy rémület azért nem volt, inkább meglepődtem, hogy eszetekbe jutottam. Nem, nagyon mostanában nem zaklattak ezzel a filmmel, mondjuk az elmúlt 10 évben. Tehát szerintem az a generáció pont felnőtt, és talán meg is halt azóta, vagy elfelejtette ezt a filmecskét, úgyhogy jól esett, meg meghatódtam, meg minden. Úgyhogy nekem is egy kis nosztalgia, mert ugye a film 20 éves, a társulat, a filmes csapat, akikkel pedig együtt alkottuk, az pedig pont 25 éves idén. Úgyhogy ez egy ilyen kiváló alkalom arra, hogy beszéljünk a filmről is, meg a társulatról is, ha már 25 évvel ezelőtt. Igen. Elhatároztuk, hogy ilyesmi filmeket fogunk csinálni. Igen, előjáróban még annyi, hogy a Zsoltnak a technikai lehetőségei egy kicsit korlátozottak, úgyhogy emiatt van, hogy egy kicsit olyan más a hang, mint szokott lenni, de szerintem teljesen rendben van, úgyhogy ez csak így infónak, de inkább így, mint sehogy, úgyhogy nagyon örülünk, hogy összejött ez a rögzítés. És akkor, ha már említetted ezt a társulatot, ez a társulat, ez a CWT, az a Cruel World Team, hogy erről egy pár percben tudnál-e mesélni, hogy ez mit takar, és hogyan indult ez az egész, hogy honnan jött az ötlet, hogy 98-ban elkezdtek forgatni egy amatőr horror vígjátékot. De a történet az egészen pontosan 5 évvel korábban kezdődött, és 1994, hogyha jól számoltam. Akkor történt az, hogy találkoztam egy Juhász Pál nevű fiatalemberrel. Én akkor egy videótékában dolgoztam éppen 6 évig, legelső munkahelyem volt. Tulajdonképpen ott jött össze ez a filmes csapat. Egyszerűen videókölcsönzőkből állt össze, ott ismerkedtünk meg, beszélgettünk filmekről, mindenféléről. És ezzel az úriemberrel én írni kezdtem novellákat, horror novellákat, Stephen King, Clive Barker, hasonló Edgar Allan Poe ihletésű írások voltak ezek, és gyakorlatilag ezt szinte magától értetődően követte egy az, hogy akkor elkezdtünk filmezni, magyarán a saját írásainkat elkezdtük filmre vinni, azzal, amik volt, tehát egy VHS kamera volt, technikai háttér, gyakorlatilag az első filmjeinket két videómagnóval vágtam össze, és a barátaink, családtagjaink szerepeltek a filmekbe. Uh-huh. Így indult a történet, nem volt ennek semmiféle különösebben kitűzött célja, egyszerűen jól éreztük magunkat, és elkövettük azt a hibát, hogy ezeket a filmeket rögtön be is mutattuk, tehát nem vártuk meg, amíg fejlődünk technikailag, szakmailag, hanem úgy gondoltuk, hogy ha már elkészültek ezek a kisfilmek, később hosszabb filmek, akkor vigyük közönség elé, vigyük mozival, rendezzük bemutatókat Dunaújvárosban, ugye ott jött létre a csapat, ott laktunk akkoriban mindenki, és tulajdonképpen ez zajlott egészen a hasfalmetszőkig. Ez a történet.
először a bulvársajtó fedezett fel minket, tehát ilyen jó sztori volt az, hogy dunaújvárosi fiatalok horrorfilmeket csinálnak, mint egy cirkuszi látványosság, tulajdonképpen olyasmi szinten csapódott ez le mondjuk a médiában. A Hasfalmetszük volt az első film, amire a közönség is felfigyelt. Tehát az volt az első, amit már nem csak a filmes lapok emlegették ilyen pársoros hírben, hanem gyakorlatilag már azt tapasztaltuk, hogy a videótékába járó közönség, illetve a közönség találkozókon részvevők szeretik a filmet, beszélnek róla, ajánlják a filmet, és hát videóforgalmazásba is került. Ugye akkor még nem volt YouTube ilyenek, tehát nekünk az egyetlen lehetőség volt az, hogy valahogy bekerülni az akkori videótékákba, és egy videókiadó vállalta is a filmnek a forgalmazását, és így eljutott tulajdonképpen mindenhova az országba. Ez nagyon nagy dolog volt akkor, pláne. Tehát az amatőr filmeseknek ez volt az álmuk, vagy a független filmeseknek, hogy úristen, kiadják a filmüket, szóval emlékszem, én is nagyon irigykedtem akkor. Uh-huh. Hát ahogy nekünk is egy álom valósult meg, talán nem mondok titkot, vagy nem árulok a titkot, ha azt mondja, Mirax vezetője volt az, aki látott ebbe fantáziát, megvonta a vállát, és azt mondta, hogy próbáljuk meg. Igazából miért ne, hát ha érdekel valakit. És egész jó példányszámban sikerült egyébként eladni a filmet akkoriban, tehát főleg ahhoz képest, hogy milyen példányszámban fogytak a magyar filmek, meg egyáltalán a videókazetták, és tulajdonképpen ennek köszönhető, hogy gyakorlatilag rengeteg helyről kaptam utána visszajelzést, meg még évekkel később is, hogy tényleg sok helyre eljutott a film, úgyhogy nekünk ez óriási volt. Budapesten pedig a bizonyos független film és videószemle, amiről majd talán beszélünk, nyertünk egy első díjat, ez a 30. budapesti 31 film és videószemle. Wikipédia. Még az is lehet, igen. És én egyébként annyira nem bíztam a film sikerében, hogy el sem mentem erre a filmszemlére, sőt senki nem ment el az alkotók közül, tehát elküldtem a filmet ilyen automatizmusból kifolyólag, tehát hogy gyakorlatilag menjen. Kettővel több néző, úgymond, és aznap este hívott egy barátunk, aki ott volt aznap, és mondta, hogy hát egyrészt tetszett a résztvevőknek, másrészt első díjat nyert, amit én tényleg nem hittem el, miért érdekes ez, de hát persze nagyon-nagyon örültünk neki, tehát nem is kell mondani, hogy azért ez egy óriási dolog volt, és utána szinte magától értetődő volt az, hogy Budapesten még több helyen sikerült bemutatni, a Hunnia moziban nálatok ugye vetítettétek, nem is tudom, mert igen. Pár hétig talán mehetett így VHS-ra. Biztosan, addig biztosan, igen. Írkáltak róla egy-két pesti programmagazin, de hát úgy szépen lassan, és talán ennek is köszönhető az, hogy később ez a videókiadó igent mondott, amikor már látta, hogy a film így bekerült a köztudatba. Hozzá kell tenni, hogy ez a film sem volt semmivel sem kiforrottabb, mint a korábbi alkotások, ez már nem VHS-ra készült, de itt is tulajdonképpen barátok szerepeltek benne, volt egy-két lámpánk, gyakorlatilag tulajdonképpen zseppénzből csináltuk a filmet. Uh-huh. Baromi gyorsan, tehát itt majd a filmet, ha nézzük közösen, akkor majd megemlítek egy-két dolgot, hogy itt mindent elrontottunk, amit el lehetett, és semmi nem jött össze, amit terveztünk. Tehát tulajdonképpen az egész film készítését végigkísérte ezek a szerencsétlen folyamatok, vagy ezek az ilyen úgymond olyan véletlenek, hogy tényleg mindent nyolcok kellett megcsinálni, és gyakorlatilag egy óriási őrület és kapkodás volt az egész, ami persze látszik a filmen, de gyakorlatilag elkészült, és hát ugye nekünk akkor ez volt a lényeg. Uh-huh. Közben olvasom, hogy ez a Cruel World Team, ez akkor a munkás vagy a pályafutása során, ha lehet így nevezni, 5 játékfilmet, 2 kis játékfilmet és videoklipeket is készített, és te aztán a későbbiekben mozi filmeket is csináltál. Itt esetleg a Sherlock Holmes nevében lehet főként ismerős az embereknek, mert emlékszem, hogy sokat cikkeztek arról, hogy végre egy magyar ifjúsági film kerül be mozikba. És utána meg egy science fiction játékfilmet is 2014-ben moziba küldtetek, Aura címmel. Igen, tulajdonképpen 20 évig voltunk aktívak, szinte szünet nélkül,
Akkor is, ha a filmek között voltak szünetek, az azért volt, mert nem volt forrás, de írtunk, folyamatosan pályáztunk, tehát ez egy tényleg egy 20 éves folyamatos tevékenység volt. Az első 10 évben készültek ezek a tulajdonképpen no budget horrorfilmek, illetve később egy-két vígjáték, és utána egy picit több pénzből sikerült már olyan filmeket gyártanunk, amik moziba kerültek, moziforgalomba kerültek, a Sherlock Holmes nevében érte el a legnagyobb sikert. De ez egy kicsit más tevékenység volt, még akkor is, ha a csapat ugyanaz volt, tehát tulajdonképp ugyanazokkal az emberekkel csináltam a Sherlockot, mint a hasonmetszőket. Igen. Csak akkor már nem használtuk a Cruel Team nevet. De... Igen, hát mondjuk egy Sherlock Holmes nevében kicsit furánnak tűnt volna ez a csapatformáció. Ez két részre osztanám, ami tevékenységünket. Az első 10 év volt az a zseppénzből filmkészítés, a második 10 év az a már nem zseppénzből, de hát még mindig egyébként fillérekből készült a film, de ott már azért tudtunk színészekkel dolgozni, technikát megfizetni, tehát az egy teljesen más történet volt. Én ezt tényleg igazából külön is választom ezt a két időszakot. A hasfalmetszők az őskornak így a közepén készült, tehát akkor, tehát abban minden benne van, minden jellemző, ami akkor jellemzett minket, meg a körülményeinket, meg úgy egyáltalán az egész társulatot. Jó, én amikor megnéztem ezt a filmet tavaly, én semmit nem vártam tőle, mert hát az ember szkeptikus, hogy amatőr magyar horrorfilm ráadásul, oké. De én teljesen jól elszórakoztam alatta, hogy még aznap este újra megnéztem a feleségemmel, és hogy mondjam, abszolút láttam benne azt, hogy miért tartják ezt így a mai napig még egy különleges magyar ilyen film klasszikusnak is, akár amatőr szinten mindenképp, és utána a Sohasem volt Glóriát is megnéztem később, az már egy jóval összeszedettebb film volt szerintem. Tehát szerintem is. Látszik, hogy ott kicsit komolyabbra vettétek az egész projektet. De... Egyébként a hasfalmetszők sem volt azért, hogy mondjam, egy olyan siker, vagy nem mindenki méltatta. Tehát voltak felháborodott hangok, akár filmes körökből is, hogy ezt nem kéne engedni, meg hogy mit keresünk ott, meg egyáltalán. Főleg az, hogy mi betolakodtunk a magyar filmszemlére, meg ilyen helyekre, nem fogadtak ott annyira minket túl nagy szeretettel. Ugye ez a vidéki filmesek, főleg horrorfilmesek, ez inkább ilyen megmosolyogni való dolog volt, onnan nézve. És hát nyilván például van az IMDb-ben egy kritika, amit szerintem egy angolul van a kritika, de szerintem valaki magyar írta, amelyben leírta, hogy szerint a világ legrosszabb filmje a hasfalmetszők. Na. Ugye azt mondta, hogy akkor valószínűleg mégiscsak jól végeztük a dolgunkat. És amiket leír egyébként, ez teljesen úgy van, tehát hogy nincs egy olyan sor sem, amiben ne tudnék belekötni, mert leírja az amatőr szereplőket, leírja a technikai hátrányokat, hiányosságokat, ez egyebeket, tehát semmi olyat nem ír le, ami ne lenne valós. De érdekes, hogy más valaki, vagy mások, vagy pont ezt méltatták, vagy ennek ellenére tekintették érdekesnek a filmet. Tehát ez is azért eléggé megosztó volt. Hát ez a pálya. Meg igazából, hogyha úgyis majd a filmről, ha nézzük, meg beszélünk róla, szerintem ez fontos, hogy esetleg a hallgatók is tudják, hogy annak a tükrében beszélünk róla, hogy jó vagy nem jó, hogy egy független amatőr filmről van szó. Ez egy teljesen más világ, de én is ugye sokáig benne voltam, és hát ugye a lehetőségek abszolút korlátozottak, tehát ezeket a filmeket nem szabad összehasonlítani ugye a rendes költségvetésből készült magyar filmekkel, mozifilmekkel, mert ugye ez egy másik liga, és azon belül pláne egy 20 évvel ezelőtti film, mint mondjuk amilyen a hasfalmetszők, hát majd úgyis együtt megnézzük, lehet majd látni, hogy azon belül viszont milyen lehetőségeket teremtettetek meg, és az viszont amatőr filmes, független filmes körökben akkor abszolút nagy dolog volt. Tehát mi pont ezen a független filmszellén, ahol a hasfalmetszők első díjat nyert, mi első filmünkkel azon szerepeltünk, a Balhét című abszolút totál amatőr, otthonforgatott testvérekkel, haverokkal készített film. Mi akkor legjobb első filmdíjat kitalálták, hogy valamit nyerjünk vele. Ez is egy krimi vígjáték volt, és hát már ahhoz képest, abban is mondták, hogy ez az tök jó dolgok vannak benne, de hát hogy akkor is láttam, hogy mondjuk a hasfalmetszők mennyivel nagyobb apparáttal, mennyire profibb
amatőrfilmes szakma körökön belül profi dolgok vannak benne, amik kitűntek már abból a közegből is. Tehát itt most természetesen ezeket nem szabad összehasonlítani, mondom, a nagy filmekkel, de mégis szerintem ezért is tűnt ki akkoriban ezekben a körökben, és esetleg vált ugye később a 2000-es évek első felében már egy kicsit ilyen kultfilmé is. Uh-huh. Legalábbis nálunk abszolút, tehát mi a társulatommal, mi már egy kívülről vágtuk, meg sok ilyen duma beépült így a szövegeinkben, meg a Sohasem volt Glóriát is nagyon szerettük. Nekem az a kedvencem a korai filmek közül abszolút. Úgyhogy ennek tükrében kell majd ezt feldolgozni szerintem. Uh-huh. A plakátja minden esetre nagyon epik. Tehát az egyből olyan, hogy az embernek a tekintete ott maradt, hogy azt a mindent, ez meg micsoda. De ugyanakkor az IMDb oldala nagyon csupasz volt. Tehát emlékszem, hogy ezt a szöveget például a tartalom, ezt még tavaly én írtam oda, meg elég kevés szavazat van, de kedves hallgatók, most ezen változtatunk majd az audio kommentár kapcsán, úgyhogy nyugodtan pontozzátok, mert szerintem nektek is tetszeni fog ez a film. Úgyhogy van még Zsolt esetleg valami, amit még előtte... Annyit közben, hogy az előbb hallgattalak benneteket, az jutott eszembe, hogy igazából én azt emelném talán ki, én a legfontosabbnak tartottam mindig is a csapatunk tevékenységébe, mert ugye, rengeteg amatőr független társulat alakult az elmúlt 5 évben, baráti körök elkezdtek filmezni. Honnan tudom, hogy engem is rengetegen megkerestek így a megalakulás után ilyen hasonló társulatok, hogy akkor szeretnének ők is egész estős filmet, meg ezt meg azt. Aztán írtak pár hónap múlva, hogy nem jött össze, mert gyakorlatilag szana szétmentek azonnal. Nálunk, amit én nagyon-nagyon fontosnak tartottam mindig is, hogy a csapatmunka volt az, ami lehetővé tette ezeknek a filmeknek az elkészítését, az, hogy gyakorlatilag soha nem adtuk fel. Tehát olyan nem volt, hogy szünet, tehát egyik filmet bemutattuk ma, holnap már a következőnek írtuk a forgatókönyvét, mindenki igyekezett magát képezni, a zeneszerzőnk, a maszkosunk és a többi srác is folyamatosan, mert ugye senki nem úgy kezdte el, hogy lett volna bármiféle előzetes képzettsége vagy használata, tehát a legelejéről kezdtük mindenki, én is. És gyakorlatilag baromi jól tudtunk együtt dolgozni, tehát egyrészt nagyon sok energiát, időt fektettünk az előkészítésbe, az, hogy minden le van írva, minden le van, minden beszerezve, minden kilistázva, stb. És gyakorlatilag nagyon-nagyon jól összeraktuk ezt a kis puzzle-t, tehát hogy amik maguk a filmek. Uh-huh. És ezt a társulatot sikerült életben tartani 20 évig. Azért 20 évig, mert 5 éve már nem dolgozunk. Ezer oka van, leginkább az, hogy felnőttünk, és mindenkinek családja van, meg hasonló egyéb foglaltságai. De hogy gyakorlatilag én mindig is ezt emeltem ki, hogy ez volt a kulcsa, az, hogy itt el tudtunk készíteni egyébként összesen 8 játékfilmet 20 év alatt. A csapat munka, a kitartás, az egymásban, önmagukban való hit, a filmezésnek a végtelen szeretete, meg a vele kapcsolatos abszolút alázat és kitartás. Ennek köszönhető ez, hogy egyáltalán ezek a filmek elkészültek. Uh-huh. Szuper. És van bármiféle álmod még, vagy hosszú távú tervben szerepel még egy visszatérés a rendezői pályára, vagy hogy újra összeálljon ez a csapat, vagy ez most már legyen a múlt története? Hát egyrészt a múlt, másrészt meg én olyan körülbelül az elmúlt 25 évben olyan 5 évente jelentettem ki, akár nyilvánosan, akár csak magam előtt a tükörben, hogy akkor ennek vége is, hogy most akkor már nem lesz több film, aztán megint jött valami új dolog, jött egy kicsit új ember a képbe, vagy jött anyagi lehetőség, és akkor megint csináltunk valamit. Most pontosan itt tartunk. Tehát, hogyha most így felenézzük a jövőbe, akkor semmit nem látok, tehát nyugodtan mondhatnám azt, hogy ennek vége és ez a múlt, de mivel ezt már többször mondtam, és nem így történt, ezért most is azt mondom, hogy ki tudja, meglátjuk, nem tudom, lehet, hogy én szeretnék, tehát ezt a tevékenységet nagyon szeretem továbbra is, és a filmkészítés minden mozzanatát imádom. Hiányzik is, az, hogy már 5 éve nem, ebben nincs részem, de fogalmam sincs, hogy mi lesz. Bízom benne, hogy még sikerül azért összetrombitálni a csapatot, és valamit közösen létrehozni.
Igen, főleg, hogy ma már sokkal egyszerűbb, tehát ez lehet, hogy egy kicsit bosszantó is akár, hogy megnézitek, hogy ma gyakorlatilag egy telefonnal igen. Mindent fel tudnátok venni, ami akkoriban sokkal macerásabb volt, meg a vágás. Vágás is, bizony. Ja, úgyhogy. Meg hát a publikálás, tehát most már gyakorlatilag egy gomnyomással mindenkinek elérhetővé teheted. Tehát igen, ez mondjuk biztos. Így van, így gondolja van. Az ember, hogy rossz évtizedbe született. Nem, annak meg volt a baj. 20 évvel ezelőtt valóban sokkal nehezebb volt filmezni, független amatőr szinten is. Meg volt annak az előnye is. De sok előnye volt, meg vája. Abszolút. Tehát az, amikor tényleg, amit mondtam, hogy két videomagnóval vágtam össze az első filmjeinket, úgyhogy így a felváltva a pauz, meg a play, meg a stop funkciót, és akkor alá inzertálni a hangot, meg ezt, azt, amazt. Az ember így vág gyakorlatilag, ugye, és azzal nem lehet frame pontosan vágni nyilván. Igen. Akkor az úgy, mondjuk az ember megtanul vágni. Tehát, utána egy vágógép, az már gyakorlatilag egy ilyen luxus kategória volt az, hogy később számítógépen tudtuk vágni, hát ez hihetetlen, hogy otthon most már bárki megvágja a filmjét egy laptopon, míg mi annak idején, amikor már például a hasfalmetszők, az már a városi televízióban készült a vágás, meg az utómunka Dunajvárosban, ami azt jelentette, hogy a tévé ezzel támogatott minket, hogy csak éjszaka, amikor nem volt adás, meg ugye adás lebonyolítás, akkor beülhettünk este 8-tól reggel 6-ig bármit csinálni a stúdióba. Uh-huh. Ott végeztünk át éjszaka gyakorlatilag, de hát az is egy óriási dolog volt már, hogy számítógépen vágni. Tehát nem tudtuk elképzelni először, hogy ez hogyan működik, tudod. Uh-huh. Jó. Oké. Szerintem mit szóltok hozzá, hogy akkor elkezdjük a filmet hamarosan? Oké. És? Jó. Na, akkor kedves hallgatók, ez most úgy fog kinézni, hogy ezt már talán ismertitek a csatornánkról, de azért mindig el kell mondani, hogy mi mindannyian készülünk, itt már csak egy gombot kell megnyomni, és akkor egyszerre fogjuk nézni a filmet. Fontos információ viszont, hogy ez nem teljesen az a hasfalmetszők verzió lesz, ami a neten elérhető, mert a Zsolt egy icipicit belenyúlt, ami kb. Annyit jelent, hogy 40 másodperccel rövidebb, tehát ilyen, ahogy mondtad, ilyen nagyon csúnya képeket esetleg kivettél, tehát gondolom pont az ilyen említett ilyen vágás hibák, vagy ilyesmi, de érdemben nem nyúltál bele. Tehát nem. A film ugyanolyan, amilyen volt. Tényleg így elbíbelődtem vele egy kicsit is saját szórakoztatásra egy pár évvel ezelőtt. Uh-huh. Többet nyújtam bele egyébként a hangba, mint a képbe. A kép az a bizonyos 40 másodperc az annyi, hogy tényleg egy-két rendkívül ronda képet kivágtam belőle, de az tulajdonképp semmi jelentősége nincsen, tehát aki csak egyszer-kétszer látta a filmet, vagy az nem is veszi észre szerintem. Uh-huh. Jó, ez viszont azt jelenti, hogy a mi verziónk az 57 perc, mert ez egy viszonylag rövid film, 57 perc, 6 másodperces. Most gondoljátok, hogy oké, tök jó, csinálta Zsolt egy külön verziót, de hol fogom ezt megnézni? Nos, pontosan erre is kaptok egy választ, a Zsoltnak a csatornáján meg fogjátok találni a filmet, a mi összemixelt verziónkkal, meg gondolom akkor értelemszerűen a sima filmet is majd felrakod, gondolom. Igen, a Cruel World Teamnek, tehát a társulatunknak van egy videócsatornája, ahol rengeteg anyag van fent, egyelőre nem nyilvános státuszban, ezeket az elmúlt években töltögettem fel, vártam az alkalomra, amikor ezeket majd nyilvánosságra lehet ismét hozni. Ugye most volt egy 10 év, amikor teljesen minden eltűnt a netről, legalábbis eltüntetni próbáltam. Most, hogy 25 évesek vagyunk, és nem utolsó sorban a ti, úgymond, letésetekre, döntöttem úgy, hogy akkor ezeket a régi dolgokat közzéteszem, úgyhogy gyakorlatilag nem sokára élesedik a Cruel World Team YouTube videócsatornája, ahol az összes filmünk fent lesz, verk videókkal, bemutatókon készült videókkal és hasonló kiegészítő anyagokkal, és ott lesz a film is fönt, angolul is, magyarul is, audio kommentárral is. Jó. Hogy meg lehet majd találni. Oké, tehát mire ezt az audio kommentárt megjelentetem, a te csatornád is a videók publikus állapotban lesznek, úgyhogy meg fogjátok találni a linkeket ennek a videónak a leírásában,
és akkor ott megtaláljátok az összemixelt verziót, hogy hallani a filmet ilyen halkabban, mi hangosabban leszünk, és így kommentáljuk, de én azért ajánlom, hogy először nézzétek meg a filmet úgy magában, mert szerintem úgy az igazi, és utána esetleg audio kommentárral. Igen, tehát fontos, hogy ezt a verziót nézzétek, ne azt, amit a neten találtok, mert egy idő után nem lesz teljesen szinkronban azzal, amit mi mondunk. De, ahogy mondtam, minden a leírásban benne lesz, úgyhogy hát ha gondoljátok, akkor el is tartolhatjuk. Én most bedugom a másik fülesemet. És egyre igen? Vagy nullára indítsuk, vagy startra, vagy bármi tupa. Más. Nekem teljesen a nullán van, és akkor mondom, hogy 3, 2, 1 indul, és akkor az indulra megnyomjuk. Oké. Okay. Na, akkor kedves hallgatók, indul a hassalmetszős kaland, és az audio kommentárunk 3, 2, 1, indul. Na, ez a Cruel World Team-nek a logója, ami kicsit olyan Illuminati. Ja, ez a WC logó, ezt mi úgy hívtuk egyébként. Igen, kb. Jellemzi a műfajt magát. És hát a filmben is már nagy szerepe lesz a WC-knek. Igen, ez csak most jött eszembe ez a kapcsolat. Beszéltek ugye közben, tehát hogy persze, gyakorlatilag... Persze. Amit látunk, az egyébként a film utolsó forgatási napján készült. Uh-huh. Hát ezek a jelenetek jó fél évvel később készültek, mint a film nagy része, és egészen máshol, mint a film nagy része. Uh-huh. Pont azért is csúszott a forgatás, mert az a helyszín, ahol dolgoztunk szinte végig, ott akkora mészállást rendeztünk, hogy akkor a tulaj meglátta és elzavart minket. Plusz még lecsaptuk az áramot, ami tönkretette ott a környező falunak a áramellátását, és ezért nem megy oda-vissza. És fél évbe telt, míg megtaláltuk ezt a másik házat, ahol is be tudtuk fejezni, illetve el tudtuk kezdeni a filmet. Ez a rész pont nem volt benne a forgatókönyvben, tehát csak valami intrót szerettünk volna ide. Ez februárban készültek ezek a felvételek. Olyan hideg volt, hogy gyakorlatilag a DV kamera folyamatosan leállt, és valami elektronikus hiba keletkezett, uh-huh. ami azt eredményezte, hogy a felvételek 80%-a használhatatlan lett. Őristen. Tehát amit itt láttok, ez a pár snit, hogy itt a nagypapa, meg a srác jön, és itt látszanak ezek a hibák is itt az utolsó kintetben. Hogy ez egész ilyen volt, mint amit láttok, ez a kicsit ilyen kockás valami. Ezeket már nem tudtuk kivágni, de tulajdonképpen az anyag nagy része ilyen lett. Tehát az egész éjszakás forgatásnak így a 80%-a megsemmisült, egyszerűen nem jött létre, vagy hát nem lett élvezhető. Főcím van, ami szintén ritka volt akkoriban az ilyen filmeknél. Ezt a stílust egyébként a hetedik című filmnek ihlette. Akkoriban, nem is tudom pontosan, de akkoriban nagyon szerettük azt a filmet. A grafikusunk a Boca, Bánhidai Csaba készítette ezt a főcímet, illetve hát az összes filmüknek ő készítette a hasonló effektjeit, főcímeit, trükkjeit. Kitartó támogatónk volt folyamatosan. A zene pedig ugye Vég Zoltán, aki szintén nagyon hamar, így gyakorlatilag 96-ban csatlakozott hozzánk, és végig tartott. Honnan jött ez a Gangsta Zolis koprodukció? Egy ötlet volt egyrészt a promócióra, természetesen. Másrésztről volt egy ilyen mániánk, hogy minden filmünkben betettünk egy vagy több betétdalt. Ez egészen végig megmaradt ez a szokásunk. Jellemzően dunaujvárosi csapatokat, ilyen underground, még nem olyan ismert zenekarok zenéit tettük be. Viszont uh-huh. itt a gangstáikat, itt még nem voltak úgymond annyira híresek, tehát még nem szerepeltek filmben, nem kérték még fel őket filmre. Azt hiszem talán ezzel egy időben egy picit később kérték fel őket az egyik Jancsó Miklós filmben zenére, illetve szereplésre. De itt még ők is annyira underground voltak, hogy gyakorlatilag szó nélkül belementek abba, hogy írjanak egy betétdalt hasfalmetsző címmel, és nekünk adják.
Ez elég menő volt, igen. És ez a kocsi, ezt hol szereztétek? Hát ezt béreltük, ez egy... a korábbi filmjékben ladával szaladgáltak a szereplők. Úgy gondoltuk, illetve gondoltam, mint rendező, hogy picit a látványvilágot javítsuk fel. Ez egy olyan autó volt, amit jellemzően esküvőkre adott bérbe a tulajdonosa. És emlékszem, hogy a forgatás napján érkezett meg az a kölcsönösszeg, amiből ez akkor ez az autó 10.000 forintba került egy napra, ami egy harmad havi fizetés bizonyám volt. Bizonyám. Egy pesti ismerősünk küldte ezt a pénzt postának, úgyhogy tudom, hogy a forgatás reggelére érkezett meg, hogy egyetlen ki tudtuk váltani és el tudtuk hozni. Két Gábor, Csonálosi Gábor, Nagy Gábor, ők korábban egy amatőr színház vagy színi társulatban játszottuk Dunajvárosban. Közös ismerősünk hozott össze minket, és ők úgy jöttek el az úgymond castingra, vagy egy ilyen bemutatkozó beszélgetésre, hogy ők ilyen zombit akarnak játszani maszkba, hogy ne is látszódjanak. De aztán, amikor valahogy megfogták a szövegkönyvet, elkezdték ezeket a szövegeket mondani, akkor annyira megtetszett, hogy mondtam, gyerekek, nem, innentől nincs menekvés, ti lesztek a főszereplők. Most jön a kedvenc jelenetem a filmből. Ez a félős fazon. Egyébként amikor Gábor lefele néz a puncsos ugye a sapkába, akkor meg a másik is hozta, akkor a forgatókönyvet olvasgatják, ami ott ugye az ölükbe van leterítve, mert nyilván egyik sem tanulta meg a szöveget. Na ez óriási. Ő pedig Zsolt barátunk, aki egy ilyen kultuszfigura volt a csapat történetében, ő egy dunajvárosi srác, aki a világ legnagyobb sci-fi rajongója volt. Tehát én voltam nála, minden film és könyv, amit valaha megjelentettek ebben a műfajban, science fiction műfajban, az ott volt a polcán. Annyira bírtuk ezért a srácot, meg úgy tiszteltük, hogy be kellett tenni ilyen kabalának a filmbe, tulajdonképpen. Több filmünkben is szerepel. Mennyire volt nehéz ilyen amatőr filmre ilyen nőket mesztelenkedésre rávenni? Hát ez volt a legegyszerűbb talán egyébként az egész forgatás során, tehát kb. Annyi volt, hogy akkor jössz, igen. Tehát ez messze nem jelente problémát. Ez a legelső nap volt egyébként, tehát ezzel a jelentek kezdtük a film forgatását. Hogyha nem tévedek, bár tényleg rég volt az a 20 év. Bár ha adhatok egy tippet, ha ezt feltöltöd YouTube-ra, lehet, hogy itt a fenekeket ki kéne pixelezni, ugye? Hát talán most már nem, a fene tudja. Maga az zuhanyzós rész egyébként a Dunajvárosi Főiskola kollégiumában került rögzítésre. Nem is voltak zuhanyzó függönyök, emlékszem, hogy úgy vittünk oda ilyen nejlonokat, amit fölcsipeszeltünk. Aha. Arról beszélnék, hogy ugye ezek a dialógusok, ezek itt az egész forgatókönyv, Kisszabó Márk munkája, akkor csatlakozott hozzánk. Korábban én, illetve Juhász Pali barátom írtuk a sztorikat, amik elég komoly sztorik voltak, és pont ekkor jött a gondolat, hogy valami vidámabbat kéne csinálni. Uh-huh. Mi ehhez nem értettünk, és akkor láttam egy amatőr filmet szintén egy fesztiválon, a Márk csinálta barátaival, ami nagyon vicces volt, és a dialógusok is megkerestem, és felajánlottam neki, hogy ha van kedve, akkor írjon nekünk egy könyvet, valami vicceset, ami egyébként horroros is. Ez volt tulajdonképpen a bemutatkozó forgatókönyv. Az már utána volt, hogy volt az HBO-nak egy ilyen forgatókönyvíró pályázata, és azon nyert a... Igen, a következő évben történt ez. Buddy Mellerre. Így van. Igen. Arra emlékszem, akkor az hír volt. Igen, ez egy ilyen közös, ugye Márk is vidéki srác volt, mi is vidékiek voltunk, ő csak érte még fel a kutyasajára, hogy írjon bárkinek bármit. Egyszerűen összedugtuk a fejünket, és akkor megszületett ez a sztori. Később ő hozta a barátait a Sorsából Glóriába, tehát így egy nagyon-nagyon gyümölcsöző együtt, és vette kezdetét itt ennél a filmnél. Márk nem tudott részt venni a forgatáson, akkor éppen külföldön dolgozott. Leveleket írtam neki, megküldtem neki ilyen plakát,
riportokat, meg ilyen híreket, hogy mi zajlik, meg hogy, hogy forgatunk, éppen nem forgatunk. Ez a jelenet volt, amit én nagyon-nagyon nem szerettem a filmben. Pont a látványvilág miatt, ugye ez egy ilyen elég... ilyen statikus... meg ezek a bútorok, meg a fehér falak, meg nem... Ez egy barátok lakása volt, amit megkaptunk véletlenül, de ezt újra akartuk forgatni, ezt a részt egy ilyen repülőtérnek a hangárjában, ahol ilyen repülőgépek foglalnak helyet. Már bele is ment a vezető, hogy akkor forgassuk le, de akkor már annyira végén jártunk az egésznek, meg már az utómunkátok is elkezdődtek, hogy végül is hagytuk a felébe az egészet. De ezt, nem, ezt a részt nem szeretem egyáltalán. Aki itt a srác, Túri László, aki itt beszél, ugye ő a megbízó, aki megbízza ezt a két bérgyilkost a feladattal, hogy jöjjék meg, meg a feleségét. Ő szintén régi kabalánk, ő már a legelső filmjénk során ott volt, mint mellékszereplő, aztán főszereplő. Hatalmas filmgyűjtő, tehát gyakorlatilag ő is a korábban említett videótékában barátkoztunk össze, ahol én dolgoztam. És ő is ilyen kabala lett olyan szempontból, hogy minden filmünkbe betettük utána, még akkor is, ha csak egy rövid szerepre. Végig megmaradt egy nagyon jó kapcsolat. Laci pedig abszolút jött, és nem csinált nagy ügyet belőle, megtanulta a szerepét, eljátszotta, örült. Úgyhogy ez élete része lett akkoriban ez a társulat, mert folyamatosan forgattunk évekig vele. Ezek a szemüveges nittek. Ez a klasszikus, igen. Tehát az lesz, Szerintem minden amatőrfilmben volt egy snitt, ahol a szemüvegen keresztül igen. Láttuk az adott képet, vagy éppen tükröződött. Ja, amit akartam kérdezni, hogy amúgy Tarantino az mennyire volt hatással rátok, ha volt? Ja, nagyon, természetesen nagyon. Én a abszolút rajongója lettem így a Kutyaszorítóban óta. Utána már a Ponyveregénynek meg nagyon-nagyon örültünk. És egyértelmű, hogy hatással volt rá, illetve hát ugye akkoriban volt az Alkonyat Topírkadat. Igen, szintén azt akartam mondani. Horroros mészállás. Az volt ennek az ilyen közvetlen úgymond vezetője, hogy mert azért a horrortól nem akartunk elszakadni, volt egy jó maszkosunk, akkor összekevertük a két műfajt, szóval akkor legyen egy ilyen nagy dumás film, de hogy azért meg a horrornál. Igen, hogy az első fele inkább a karakterek, a dumák, a felvezetés, és a második fele meg a hentelés, meg a maszkok, meg a horror része. Hozzá kell tennem, hogy Mark egyébként nem így írta maga a sztorit, tehát az ő verziójában lényegesen kevesebb mészárlás volt, mert tulajdonképp így mi tettük bele ezeket a később majd látható véres részeket, effekteket. Ne tagadjuk meg magunkat, akkori magunkat. Mark el is szörnyett, amikor szembesült a végeredménnyel, hogy ő így számított valami egy-két megvillanó vércsepre sötétbe, ehhez képest ugye hát egy kicsit erősebb lett a látvány. De én bírom ezt a páros, tehát tényleg van benne egy jó nagy adag Tarantino stílus, meg egy kicsit a párbeszédek olyan Kevin Smith-szerűek is helyenként. Hát ő akkor szintén nagy kedvenc volt nekem. Ja. Ez nyilván megjelentek ezek. Ezt így a fejünkhöz vágták természetesen, hogy ilyen epigonkodunk, meg nem is tudom, miket mondtak. Jó, hát Tarantino is azt Istenem, is tehát szó. Most nem is kellett letagadni szerintem. Hát persze. Videóztunk filmre, filmrajongók voltunk, mivel hatott ránk minden, ami körülvett minket, és hát nem is kellett nekünk megfelelni senkinek igazából, hogy most valami akármilyen szakmai szempontoknak, vagy kritikusnak. Azt csináltuk, amihez kedvünk volt, ekkor éppen ehhez volt kedvünk. Ez a film nyelvezetéből is lejön, ugye? Gondolom, hogy azért biztos azt is sokan szóvá tették, nem? Hogy azért elég durva. Hát nagyon. Sok bazmegezés. Igen, igen. Nem sokan szerették ezt a stílust egyébként. Mondjuk a trágár szavak is lényegesen több, ami a forgatókönyvben volt eredetileg. Ja, hogy volt valamennyi impro a szövegekben? Vagy egy full forgatókönyv? Hát dialógusokban?
Szerintem az impro annyi volt, hogy még megtüzdelték egy-két trágár szóval. A eredetileg sem mondjuk nagyon kifinomult dialógusokat. Viszont Nagy Gábor tűnt fel a vásznon, aki a Csótányok nevű, akkoriban nagyon népszerű dunajvárosi hardcore zenekarnak volt a rappere. Illetve nem a Budai Gábor? Budai Gábor, bocsánat, Budai Gábort akartam mondani. Ő is aztán később szerepelt ugye a Glóriában. Igen. Itt először került vászonra. Nagyon bírtuk az egész személyiségét, a megjelenését. Ugye van neki egy látványos szemsérülése. Elnél csak kiemelek, azért merem kiemelni, mert ő is kiemeli ezt a saját imidzsében, illetve amikor a Csótányokkal fellépett, és a videóklipbe készültek, ez külön egy ilyen a imidzsnek a része volt, az ő szeme, ami megsérül gyerekkorában. Nyilván ehhez a karakterhez meg aztán különösen érdekes, hogy ő is ugye dunajvárosi, nyilván magától értetődő volt, hogy jöjjön velünk. Háttérben ott van a gangstáik, most látom. Ezt a kartel kocsmában forgattuk ezt a jelenetet. Talán az egyik legjobban sikerült jelenet technikailag, tehát úgy, hogy ha megnézzük a képet, hogy a beállításokat elég nézhető, ahhoz képest, hogy vannak sokkal kevésbé sikerült, vagy jól világított, vagy egyáltalán komponált képek, mint például ez. Most látni, semmi nem látszik belőle. De azt is hozzá kell tennem, hogy aránytalan volt a jelenetek száma és a forgatási napok. Tehát például azt az említett korábbi jelenet, ez a kartel kocsma, erre egy napot szántunk, míg az összes későbbi házba játszódó részre összesen 5-öt, és az egész film összesen 9 nap alatt készült el. Tehát pontosan lehet látni, hogy mikor volt időnk, Igen. átgondolni dolgokat, és mikor volt óriási kapkodás, hogy szinte egy-két verzió készült egy-egy snipből. Uh-huh. Hát igen, egy órás filmre 9 nap az nem sok. Persze megint egy másik ház, tehát ugye nem ugyanaz, ahol a belső játszódott. Ez a rész Dunajvárosnak egy ilyen elég letisztult helye. És a korábbi filmjénket egy a panel környezetben vettük fel Dunajvárosban, tehát ezek a lakótelepeken. Itt ezt úgy szándékosan hanyagoltuk ezt azt a látványvilágot. De később ki is megyünk Dunajvárosba, hogy amikor már elhagyjuk a várost, akkor az meg máshol játszódik, Nagyvenyim, illetve Szedres Puszta nevű településen, ami közel van Dunajvároshoz. Már ott forgattuk. Egyik kedvenc szövegem. Igen. Hozzá kell tegyem, hogy a hanggal volt a legnagyobb problémánk, a hang rögzítéssel, mert például egyszer nem volt mikrofonunk, normális mikrofon. Ez a jelenet egy egyszerű riporter mikrofonnal volt fölvéve, ami oda lett téve körülbelül a sebváltó mellé. Ja, aha. Alul. Aminek az eredet, ugye ez nem arra való azért, hogy ilyen viszonylag messziről beszélnek bele, és ilyen borzasztó hangminőség jött ki belőle. Hát amit utómunkában sikerült így szűrőkkel, majd minden egyébben megcsinálni, az érte el ezt a, mondjuk azt, hogy elfogadható minőséget. De sose volt pénzünk, meg lehetőségünk normális hangcucra ebben az időben. Igen, az akkor nagyon bonyolult volt. Mondjuk ez mindig jobb, mint az utószinkron, ami ilyen nagyon bántó. Az is van a filmben, majd meg is hát pont a kocsmában az volt, nem? Így van, például. Igen, de ebből például lehetett. A gangsterek akkor zaj csaptak, hogy nem lehetett normálisan hangot rögzíteni. És később is van egy rész, amikor nem hallottunk semmit a felvett hangból, és muszáj volt szinkronizálni ott a rádióba, hogy... De nem olyan, nem sérti az ember fülét, mint sok más filmben. Hát csak hallatszódik, hogy helyszíni hang, és hogy a kamera igen. mikrofonja veszi. Aki itt beszél a vonal másik végén, az operatőrünk, Szentputi Tomi. Így az utómunka során ugrott be, hogy akkor ezt a hangot rögzítsük. Egy stáb többször feltűnik egyébként itt-ott, akár képen, akár hangban a filmjeinkben. Kameók. Nem azért, mert igen, egyrészt másrészt nem volt más ember, aki
aki arra járt volna, tehát hogy ez, tudod, ezek ilyen egyszerű okok. Itt a Naja modern technika szöveget, azt mi egy csomószor mondogattuk utána. Igen, egyébként nekünk is beépült a szókincsünkbe, nem csak ez, hanem még egy pár szöveg. Igen. Egyébként készült a filmnek egy angol szinkronos változata is, ami úgy nézett ki, hogy bejutunk a rádióba. Aki tudott angolul akár olvasni, az mondta a szöveget, aki nem tudott, az hozta a haverját, aki lehet, hogy tudott. Tulajdonképpen az egész filmet így felmondtuk, nem tudom, azt láttátok-e, vagy hallottátok-e? Nem. Azt nem, angol verziót nem. Na azt még érdemes meghallgatni. Az azért nem semmi, tehát az... Ahogy szürreális. Hát az elképesztő, tehát az. Arra nincsenek szavak még... Na most lesz egy számomra még vicces jelenet, amire majd kérnék magyarázatot, hogy lesz egy grimasz, ha jól emlékszem. Ja igen, szerintem tudom, mire gondolsz. Miután elcsapják. Igen. Amikor vigyorog a kamerába. Igen, totál igen. Random. Az teljesen, igen, majd igen. Pontosan tudom, hogy miről beszélsz. Hogy ez ilyen impro volt, vagy... Az már tulajdonképp itten kívül volt. Itten kívül, gondol. De benne hagytuk az utómunkás során, mert tetszett. Az a vicces volt, hogy így reagál az egyébként drámai eseményre a srác. Ez az a rész, amit már ott Nagyvenyim környékén vettük fel. Mert hogy azt gondoltuk, hogy ott nem jár senki, és nyugodtan fel lehet venni egy ilyen gázolás jelenetet, ami következik. De kiderült, hogy mindenki arra járt akkor, aki a faluban lakott, még a rendőr is kijött. Elég hamar híre ment annak, hogy srácok körülvesznek egy autót, és valami lábló ki alóla. És megérkezett egy-két biciklis kisfiú, aztán az anyukájuk, aztán a rendőr, megérdeklődni, hogy mégis mit művelünk. Nagypapa érkezik. A maszk. Igen, Miokovics Csaba volt a maszkos, aki ezt a maszkot csinálta. Imádtuk egyébként, mert először sminkelni akartunk nagypapát, sőt, tehát ugye először nagypapát akartunk szerezni, de az teljesen kizárt volt az, hogy bármilyen öregembert meg tudunk fűzni arra, hogy jöjjön velünk ilyeneket csinálni. És akkor gondoltuk, hogy akkor legyen egy ilyen nagypapa maszk, ami nyilván látszik, hogy ez nem egy öregember, de ebbe a filmbe tökéletesen belefér ez, tehát hogy akkor nem estünk ettől nagyon kétségbe, hogy horrorosan néz ki a nagypapa. És itt valaki feküdt a motorháztetőn? Igen, a operatőrünk ráfeküdt, és akkor igyekeztek nem túl gyorsan menni. Aha. Engem amúgy a Texas Lens főszes mészárlás nagypapájára emlékeztet a nagypapa. Igen, igen. Tényleg, most, hogy mondjátok. Itt is a szérvédőn volt a forgatókönyv, amit Gábor olvas éppen, folyékonyan. Hogy szövegről halvány fogalmuk nem volt természetesen, hogy mi. Mondjuk jó ez a napszemüveg, mert nem látni, hogy olvassa, tehát. Igen, ez teljesen tulajdonképp felolvasó estet tart, tehát ott van a szélvédőn a könyv, és szépen olvassa, néha kicsit mellé olvas. Ez belefér, tudja. Itt ami dal szól, az hogy volt? Arra volt jogdíj, vagy? Nem, dehogyis nem, semmire nem volt. És nem volt bele probléma? Eddig még nem. Akkor kiadták a film? Eddig, most, hogy a figyelmet felhívtad rá, most majd lesz, de eddig még nem. YouTube ja. Kiszűr mindent. Nem annyira jellemző talán. De igazából tényleg erről a dalról beszélnek egyébként, a jelenetben. Igen. Ezt meghallgattam, így megkerestük, akkor annyira tetszett, hogy mondtam, hogy ezt jogdíj ide vagy oda, ezt muszáj betenni. Na most jön a röhögés. Igen, ez már stitten kívül volt, de ez végül is nagyon... legyen vidám, hiszen mégis végül csak ágázoltak egy öregen. Totál leszarja. Igen. A jelleméből végül is adódik. Igen, tehát nem lép ki a karakterből, igen. Némi agyvelő mutatkozik a betonon. Meg hogy ilyen, az jó, hogy ilyen kemény kedő, meg kemény bérgyilkosok, de azért apám kocsia, meg apám lakása, meg... Ja.
Igen, ezek ilyen vasárnapi gengszterek voltak, ami nekem abszolút így bejött, mert hogy nem akartunk azért, hiába Tarantino ide vagy Tarantino oda, nem akartunk azért egy ilyen John Travolta, Samuel L. Jackson párost, és ezek fiatalok. Igen, az eljön, hogy... Gábor alig tudta vezetni az autót, tehát ez is olyan volt, hogy egy a tulajdonos ott volt velünk, és kicsit aggódott. Végig ott volt? Igen, ez kicsit aggódott is, mikor látta, hogy hogyan indítja be, vagy hogyan nem indítja be, vagy egyáltalán. De nem lett baja az autónak, hál' Isten. És eltűnt a filmből az autó, majd ugye fogjátok látni, de vissza kellett adni. Yeah. Onnantól nem tudtuk használni, de addigra már pont beértünk a házba. Mert miközben ezt a gázolás jelentet forgattuk, közben a házban már a stáb dolgozott a maszkokon, készítették a sírköveket, készítették elő a következő jelteket, tehát ezt teljesen időrendben forgattuk. Egy ilyen párhuzamos gyártás szervezést igényelt, ami egész jól működött, tehát mire beértünk így tulajdonképpen így real time a házba, addigra lehetett forgatni ott, ami a soron következő jelenet volt. Ez a ház egyébként, ez volt az egyik legnehezebb megtalálni, mert hogy azért nem könnyű ilyesmi házat találni, úgyhogy oda is adják nekünk ingyen két napra. Ez egy régi vadászlak volt Szedres pusztán, ami nagyon romos állapotban volt, és megkaptuk két napra. És mint később kiderült, ezt felújították, és pár évvel később ide visszatértünk leforgatni az Einstein meg a Sheldon című filmet, ami pontosan ugyanígy játszódik, csak az már egy felújított, teljesen rendben hozott ház. Azért parkolt, itt az autó azért parkolt le ide a ház mögé, hogy később már ne látszódjon, mert hogy már nem szerepel, mert vissza kellett adni. Nem szerepel többet, igen. Igen, tehát itt már nem volt autó, például ebben a részben. Ja, amikor visszajönnek majd később, amikor eltűnik a hulla, azt felvettük korábban. Még ugye felvettétek azt, korábban. Igen, 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 igen. Dohányoznak végig a filmben. Igen. Aminek csak az oka, hogy mind a kettő eléggé erős dohányos volt, mind a két srác, és hogy azért addig se álljunk le a... Gyújtsanak rá közben. Műveletekkel, akkor nyugodtan gyújtsatok rá, és akkor hajrá. Tehát, hogy akkor addig is tudunk dolgozni. Ezek voltak az igazán kapkodós jelenetek. Egyébként azt hiszem, hogy ezt már másnap vettük fel, tehát egy nappal később, és ezeket pont én vettem fel, ezeket a jelenteket. Ilyen talán ha kettő változat volt egy beállításból, akkor sokat mondok. Ez ilyen nagyon-nagyon rohanósan működött a dolog. És gyakorlatilag ez a rész volt, amit utóhangozni is kellett, mert nagyon-nagyon nem került az eredeti visszhangos felvétel. Volt? Ezt a halk volt és zajos. Ha. Ugye ez a pár mondat itt utóhangozva van. Itt is nyúltam bele a hangba egyébként a legtöbbet az a utómunkába. Ez például már egy másik ház. Mm-hmm. Ez már a film elején látott ház. Maradt egy ilyen snitt. Akkor itt visszatérünk az eredeti házba, ahol Miokovics Csaba maszkosunk és Miokovics Mátyás maszkosunk, ugye ők testvérek, ketten csinálták ezt a mészárszéket. Itt vesztettük az egyik fotós támogatónkat, volt egy nagyon kedves úriember, aki eljött verkfotókat készíteni támogatás címszó alatt, és mikor meglátta ezt, akkor gyakorlatilag elfehéredett, és utána nem is beszéltelünk évekig. Annyira megdöbbent, hogy úristen, mihez adta ő a nevét. Nagyon sok idő kellett, még megbocsátott nekünk, így a későbbi filmjeink láttán bocsátott meg nekünk, de ekkor ő mélységesen fölháborodott, mert erre nem számított. Egyébként mi sem, mert ugye, amit mondtam is, hogy mi ezt a gázolás részt vettük fel ugye ott az országúton, közben Csaba és Matyi berendezték ezt a milliót a házban. Úgyhogy én is ezzel szembesültem, mikor beírtam, hogy itt
Erre egyébként én sem számítottam, tehát láttam így menet közben ezeket az effekteket, ezeket a testrészeket így részleteiben, de így összerakva, meg leöntve még egy-két vödör vérrel az egészet, így elég sokkoló volt nekem is, megmondom őszintén. És ezek ilyen igazi állati belsőségek a hentestől? Ez mind gumi. Ja, gumi? Ilyen, tehát ezek mind kilettek öntve, a testrészek külön összeillesztve. Ezek egy Csaba ezzel több hónapig dolgozott ezeken a cuccokon. Nincs. Talán bél az van, amit ugye lehet ilyen kóbászt be lehet venni. Talán az, ami mondjuk ilyen szerves anyaga, a többi az gumi. Nagyon sok funkciója nem volt ennek a jelenetnek, mint az, hogy elborzasztja a nézőt. Egyébként amikor voltak ezek a vetítések ugye ilyen fesztiválokon, mindig ezt a részt vártam, mert akkor így elég csönd lett a nézőtéren, amikor így meglátták ezt a mészárszéket. A klasszikus WC-csészés poén, amit... ami érdekes, hogy megmaradt, meg sokan idézték. Én nem tartottam annyira érdekesnek, de aztán annyira jó lett, vagy hát legalábbis mondjuk azt, hogy jól fogadták, hogy ugye vissza is tér később ez a poén a film végén. Igen. És itt fog érkezni ugye a feleség, Melinda, a rádióban dolgozott akkoriban, a városi televízió mellett, és ilyen tulajdonképpen arra jártunk, és fölkértük, hogy akkor vállalja ezt a szerepet. És megcsinálta az összes őrültséget, amit kértünk tőle, meglepő módon. Tetszett neki, meg elég jól szórakozott, leginkább rajtunk, meg egyébként önmagán is. És ugye most jön az első komolyabb mészárlás, vagy mondjuk azt, hogy végzés. Ez a nyak egyébként, amit ugye átszúrtunk, nem a Melinda nyaka volt, hanem ilyen, hát egy sima, azt hiszem valami hungarócelszerű anyagból lett megcsinálva a nyak, hogy elég jól át lehessen szúrni, és utána be lett vonva ezzel a gumi anyaggal, ami le lett sminkelve ilyen bőrszínűre. Bőrszínűre. Mivel ez csak egy csupasz nyak volt, de ugye a lánynak van haja, ezért a Gábor, aki ugye a főszereplő tette oda a haját, ezt a haját, és az helyettesítette abban a rövid snitben a Melindának a haját. Ez a taps effekt, ezt miért láttátok fontosnak, hogy berakjátok? Az utómunka során jöttek ezek az ötletek, az összes ilyen hangeffekt. Erre most nem tudnék válaszolni, erre szokták azt mondani, hogy akkor jó ötletnek tűnik. Jó ötletnek. Hát ilyen kikacsintós, ez ilyen közönségre kikacsintós poénok, ebből több is van, nem csak a taps, van még valami. Igen, igen. Amikor beleállok, és ilyen paj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  meg. Igen, igen. Nem, a utómunkák során nagyon-nagyon élveztük a hang készítést, rengeteg effektet mi csináltunk meg, tehát ilyen hajzselét cuppogtattunk, meg nem is tudom. Baromira jó volt, meg szórakoztató. Hát ugye azért nem szabad elfejteni, hogy azért nem csak ez nem volt egy vérkomoly filmkészítés, még akkor sem, ha egyébként az volt, hanem azért a cél az volt, hogy szórakozzunk és jól érezzük magunkat. Megérkezik Laci ugye a férj, és eddig még senkinek nem tűnt fel, de elárulom, hogy egészen más ing van rajta, mint amikor elindult a házból. Ez csupán a véletlen műve. Senki nem vett észre. Hát de a lakásban is ilyesmi volt rajta. Viszont amikor amikor elindult, ugye ott le a lépcsőn leszaladt a telefonálás után, akkor egész más ing volt rajta. Ott nem volt lehetősége átöltözni, a történet szerint, ám mégis egy másik ing van rajta. Ez nem tűnt fel csak az utómunkás során, de úgy gondoltuk, hogy akkor ez legyen egy movie mistake. Hát még nem olyan feltűnő szóval talán. Na majd be is írom IMDb-re a goof részleghez. Goof, igen. Majd pár ilyet még mondok azért, hogy legyen mit irkálni. Eltűnt egy-két ruhadarab a felvételek során, például a sapkája a Gábornak. Igen, az eltűnt, egyszerűen eltűnt, és bele is írtuk ugye később.
A fejlővés, ugye? Igen. Ez a rész is utószinkronizálva lett, amit most hallunk, itt is volt a hang. És már esteredett is erősen, az első nap végén vettük talán ezt föl, de nem is tudom megmondani pontosan, hogy a két napot töltöttünk a házba, két egész napot és éjszakát, gyakorlatilag alvás nélkül, tehát éjjel-nappal forgattunk. Nem emlékszem már a pontos sorrendre, ahogyan vettük a jelenteket fel. Ezeket az zümmögéseket nem tudtam hova tenni. Ezt én sem. Most taposott rá az zümmögő bokára. Azért még majd a padláson igen. is lesz. Igen. Ez megint csak akkor jó ötletnek tűnt kategória. Ilyen túl hangos volt, és túl hosszú ideig igen. voltak ezek a hangok. Vannak, én is igen. lestem, hogy oké, itt most valamit nem értek, vagy... Nem feltétlenül a te készülékedben van a hiba. Ezek akkor mind poénok voltak, meg vicc. Azért, hogyha ellátogatottak volna hozzánk, hogy akár a forgatásra, akár az utómunkákra, egy nagyon vidám csapatot láttatok volna, tehát mi azért nagyon jól szórakoztunk mindeközben. Mm-hmm. Mindent beletettünk, ami eszünkbe jutott, mindenféle esztétikai és egyéb megfeleléstől mentesen. Ez ilyen Looney Tunes-os egy kicsit. Igen, ez egyébként tetszett, ezt akkor találtuk ki ezt a poént, hogy legyen ilyen kicsit ilyen rajzfilmes, vagy ilyen kicsit eltúzott. Ez CGI? Igen, ez egy ilyen... Igen. Mondjuk, hogy az igen. Videótrükk. Igen. Szerencsétlen srác, aki ott van, István nevet viseli, tehát felkötöztük oda valamikor este 8-10-9 fele, nem is tudom, hogy már amikor elkezdtük ezt a jelentet, és ott volt éjjel, talán nem tudom, vagy majdnem hajnalig, meg is feledkeztünk róla sokszor. Tehát egészen mást vettünk fel, nem is kellett volna ott lennie, és úgy némán ott várta a sorát, és kiderült, hogy már nincs rá szükség, de akkor már egy-két órája így extrán lógott ott a gerendákon. De akkor ez a padlás is abban a házban? Ez ugyanaz a ház, igen. Ugyanaz. Ezt vettük fel éjszaka, már nagyon álmos mindenki. Látszik is egyszer-kétszer a szereplők arcán, hogy szinte alszanak. Ez még talán a másik ilyen eléggé részletesen berendezett helyszín, díszlet. Mm-hmm. Igazából nagyon nem rendeztük be, mert csak azt a koporsót vittük oda. Meg ezeket, hát, ezeket az effekteket, igen, tehát a többi az amit találtunk. Ezzel elvoltunk egy éjszaka ezzel a padlás jelenettel. Ez sem volt nagyon megírva egyébként, egy csomó minden, tehát a dialógusok igen, de hogy mi történik közben, gyakorlatilag ilyen... Kukacok is. Azok igen, hát tudod, horgászboltban lehet ilyenket kapni. A hangjuk az pedig az említett hajzselé, mikor így bekened a kezdetet hajzselével és összedörzsölöd. És azt közelről felveszed, akkor ilyen hangot ad. Érkezik a férj. De ez most megint másiking, nem? Ezt most nem elképzelhető, de szerintem nem. Ez nem síkos. Igen. Ja, még egyébként az is lehet, igen. Nem tudnám megmondani. Szerintem már nem ment haza a Laci akkor, tehát szerintem ez ugyanaz, de tulajdonképpen nincs túl sok jelentősége. Ez mi? Lábuk is meg van kötve? Igen. Aha. Hát a Budai Gábornak volt a legjobb ott a háttérben, mert ő szépen aludhatott ez alatt az idő alatt, amíg ezt a dialógust felvettük, és ugye megint lefele néz a Gábor, Nagy Gábor, ami csak nyilván olvasta a földön lévő forgatókönyvet. Éppen Gábor aznap hajnalban, amikor tudtunk aludni 1-2 órát, akkor ebben a koporsóban aludt. Egyébként neki volt a legjobb dolga szerintem, mert mindenki más a földön.
ház mögött rendeztük be ezt a temetőt. Na, ez jó, igen. A Hungarocellből vágtuk ki ezeket a sírköveket. Helyben talált levelekkel, száraz gajakkal tettük fel. De jól néznek ki. Igen, ez teljesen jól néz ki. Itt is az egyik zombi az a srác, aki ott lógott ugye órákig. Itt is elfelejtettük őt, mert beástuk a föld alá, a feje lógott ki, és közöttük, hogy mindjárt jövünk forgatni, és visszamentünk 3 órával később. És ott pihent a föld alatt, és vártani, hogy mikor kerül rá. Neki ez volt a sorsa. De csak véletlenül fedeztem ki, mert kimentem szusszanni egyet, és akkor láttam, hogy valaki ott mocorog a föld alatt. És akkor mondtam, hogy mikor jövök? Ja, mondom, te itt vagy? Oké, hát bocsi, mindjárt jövünk. Ez a statiszták tapasztalata volt, hogy elfeledkeztünk róluk rendszerint. Ennek a morgás és egyéb hangok, ezek ugye mind ilyen utólagos kreálmányok. Arról lehet valamit tudni, hogy amúgy konkrétan miért vannak itt zombik, vagy ez nem is volt lényeges? Ebben nem mentünk bele ezekbe. Mert hogy volt ott ugye valamilyen, a vére fölfestve, mint hogyha valamilyen pentagramma lett volna, vagy... Igen, de nem, ez, tudod, ez megint csak az a kérdés, amire nem lehet válaszolni ennél a filmnél. Csak. Tehát, csak. Hogy igen. A háttér sztoriban nem nagyon mentünk bele, hogy mi történt a nagypapával, meg a többiekkel. Na, itt a légy. Főleg, hogy a temető jelenet, meg ott a sírból felkelés, nem is volt beleírva a forgatókönyvbe, tehát ezt helybe láttuk ki, hogy akkor zombik legyenek, valahonnan jöjjenek. A könyvben eredetileg csak az egyébként is feltűnő szereplők váltak zombivá. Most ezt először láttam, akkor azt hittem, hogy ez egy iszonyat hosszú szellentés, és ez a poén, hogy direkt ilyen hosszúra van húzva, aztán éreztem, hogy ez mégse lehet az. Ezt többen megkérdezték az elmúlt mondjuk 20 évben, hogy ennek mi a funkciója ennek a légynek, és igazából semmi funkció. Ez egyszerűen oda próbáltuk az utómunkás során ezt a hangot, és annyira tetszett, hogy ott hagytuk. Később nem tudtuk eltávolítani, úgyhogy ott maradt. Igen, ez valóban nagyon, tehát ez kínosan hosszú ez a jelenet, vagy ez a kép. De mondom, hogy csak picit mentegetőzek, ugye ez már ilyen éjjel 3 óra fele volt, és akkor már gyakorlatilag másképp működött az agyunk, tehát akkor ez teljesen jó ötletnek tűnt, hogy ott veszekednek a kéz levágott kézen, meg ilyen hasonló poénok. Hogy már minden belefért. Előtérben látható ez a kis fej. A fej, ez is abban egyik alkotása volt, amit így hozott egy pár dolgot így magával, amit így elhelyeztünk ide-oda egy dekorációnak tulajdonképpen. Mert ő egyébként is a filmtől függetlenül is ezeket rendszeresen gyártotta, tehát otthon több tucat ilyen fej volt akkoriban megtalálta a lakásában, így mindenhol, a konyhától a vitrinig, mindenhol. Ebből egy párat így elhozott, hogy hát ha jó lesz valamire. Ezeken gyakorolta neki idén. Nem, azt van mondom, még bármiféle relikvia ezekből a filmekből, vagy? Hey, az igen. Most itt voltak, ugye ez a zombi vagy a sírből kikelés, mondjuk. Költünk olyan arc, akit így nem tudtam, hogy került oda. Mert egyébként ugye itt a közelben ugye azért elterjedt a híre, hogy itt forgatunk, és a közeli faluból ide tévedt egy-két srác. Így a kamerában láttam, hogy te ez kicsoda, aki itt jön zombiként. Hogy hát ő erre járt, benézett, tetszett neki, bejut oda a smink szobába, hogy akkor lezombizzák, és jött.
zombit játszani. És így néztük, hogy hát jó, hát ha már itt vagy, akkor végül is miért ne, tudod? Jött egy srác, nem is tudom, talán Szegedről, aki azért jött, hogy verfilmet csináljon, itt lépd el a jobb oldalon, ő is beállt, meg itt még így a stáb egy-két tagja is feltűnik. Érdekes volt ez, hogy ilyen a film alakult így elég spontán is olykor. Ez meg ilyen Evil Dead. A gonosz halottat említik is a filmben. Ja. Igen, igen. Igen, itt emlékszem, hogy leginkább arra törekedtem itt ennél a képnél, hogy ne menjen ki a feje a képből a nagypapának, mert mindig föl akart állni. Itt nézd meg a legutolsó snitet, amikor pont megrúgja a fejét, hogy a Gábor a mosztal gyakorlatilag alszik. Mert nézd meg, teljesen jeleneten kívül van. Hm. Azért szólok előre, mert ez is egy másodpercig látszik, amikor pont megrúgja az arcát a másik Gábor a nagypapának. Ez egy feszült jelenet, és ehhez képest a másik szereplő gyakorlatilag alszik, és bámul bele a kamerába. De vagy tényleg, ezt nézzétek meg, ezt ugye... Nyilván na itt volt a fing, igen. Igen, itt volt egy ilyen hang. Volt egy komplett ilyen tárunk hasonló hangokból, amit így szívesen használtunk. Most figyeld a... hozta arcát mindjárt. Nem jó, hanem a másik. Most. Így alszik. Tehát igen, ott, nem reagált semmit. Nem. Na most ott a kép közepén láttuk egy ilyen fehér négyzet alakú tárgyat. Az a forgatókönyv. Az a forgatókönyv. Az is kameózik. Ez... jobban nem tettük volna mondjuk már feltűnőbb helyre, de valahogy akkor nem tűnt fel, hogy ott van. Ez volt már ez a hajnali utolsó snittek, amiket felvettünk, gyakorlatilag ilyen 24 órás munka után, és már tényleg gyakorlatilag nem láttunk ki a fejünkből. Nyilván ez nem mentség, csak így megemlítem. Na, az én kedvenc részem az most kezdődik, a hentelés. Hová mész, a kis nullacska dallamát lehet felfedezni ebben a... Ja, meg amikor jöttek be a házba, akkor a rózsaszín párduc volt. Így van, igen. Voltak ilyen játékai a zeneszerzőknek. Igen. Igen, ez már egy másnapi felvétel volt. Itt a Budai Gábor érkezik. Lesz egy szeletelés. Ez kis Morricone. Hát itt, igen, itt ez a klasszikus, amikor ilyen műanyag palacból két oldalról locsoltuk a vért. Uh-huh. Meg is kapott az arca meg a szemem, de meg se rezzent, tehát így. Itt volt egy kis csönd a független filmszemlén, emlékszem, ami komment. Igen? Igen. Pedig ez még nem is olyan durva. Nem, de itt valahogy hogy ilyen ez volt. A hang. Ez a stáb volt, beálltunk, mint egy ilyen a cappella zenekar, és ezt így előadtuk ezt a hangot. És itt lett vége a forgatásnak, és fél évvel később volt. Tehát ez egy egészen más fél évvel később készült a jelenet. Gyakorlatilag ott véget ért a forgatás a házba, elment az áram, véglegesen összecsomagoltunk, eljöttünk. Ez a akkori albérletemnek a pincéjében vettük fel éjszaka a jelenetet. Fél évvel később, itt már nem volt meg a csapkája. Igen. A srácnak. Így van, tehát augusztusban ért véget a házban lévő felvétel, ez pedig ilyen február körül vettük fel. Gyakorlatilag már nem is volt nagyon sminkelés, ezek ilyen Bobo Shopban vásárolt gumimaszkok, amiket használtunk. Igazából itt már csak a cél az volt, hogy valahogy fejezzük be a filmet. Ez milyen para lett volna, hogyha időközben levágatta volna a haját? Egyébként nem vágatta le, de a szakállát levágatta, meg a bajszát. És utána egyrészt megvártuk, míg megnő, és befesti. Mert tehát haja is festett meg egyébként szakállal is megvoltnak. Akkoriban ez volt az image.
Ezt éjszaka vettük fel ilyen éjfél után a pincébe, gyakorlatilag nem lehetett kiabálni, meg ordítani, mert ugye a földszinti lakók hallották volna, hogy próbáltunk neszezés nélkül ilyen akciót fölvenni, ugye a beszélgetős részek is elég halkak, meg olyan lehet hallani, hogy, vagy talán érezni, hogy visszafogták magukat, ne kiabáljanak, mert hogy a szomszédok nem nagyon szerették volna gondolni rajt. Hogy mit csinál a puncsos? Igen. Ez teljesen a korábbi WC csészés poénból jött, mert ez nem is volt megírva. Ez csak kitaláltuk, hogy akkor ezt hozzuk vissza ezt a WC csészék iránti vonzódását, úgymond. De ez jó, ettől marad emlékezetes egy film. Tehát ez a poén. Egyébként azt hiszem, hogy a két maszkosunk van pont a maszkban, hogyha nem tévedek. Szoba is a Mátyás. Most jön az a hangeffekt, amit említettél, ami ugye teljesen... Igen. Nem az a hang, amit ugye kellene oda tenni, de ez is szándékos volt. Tehát, hogy ha már a kés repül egyenesen, akkor legyen olyan hang, mint hogyha nem úgy repülne. Nagyon látszik, hogy milyen álmos Gábor, hogy ez is egy hajnali, majd kihajnalodott majdnem. Ezek már nem voltak megírva, ezek a dialógusok gyakorlatilag egyáltalán. Tehát ez már ilyen teljesen helyszíni improvizáció volt. Többet ér minden. Ismét egy másik helyszín, ugye ez a film eleje. Van az a helyszín, ahol a film elejét forgattuk. Itt ugye visszatér egy új sapka. Ezzel a szintén nyilván improvizált dialógussal. Ez a film utolsó forgatási napja volt, amikor megpróbáltuk valahogy lezárni ezt a szorít. Ugye innentől már nincs története a filmnek, nem mintha korábban nagyon sok lett volna, de innentől már csak egy ilyen, mint egy videójáték. Mennek előre, írtják a zombikat, akik aztán gyakorlatilag azonnal visszatérnek egy másik helyszínen, és megint írtják őket. Tehát ez már egy ilyen effekt parádé volt gyakorlatilag. Semmi más célt nem szolgált, mint azt, hogy bemutassuk a Csaba által éppen aktuálisan otthon legyártott új effekteket, fejeket, beleket és hasonlókat. Ez a leggórosabb rész. Elég aggasztó, igen. A hangutó munka iránt érzett szenvedélyünk mutatkozik inkább, ezeket a cuppanós hangokat ugye mi gyártottuk le. Ez a hang, ez egy sarokba levágott felmosórongy, nedves felmosórongy hangja volt. És tényleg. Ugye az utolsó mészárlás következik, ami talán az utolsó snittje is a filmnek. Ja nem, még van a beszélgetés a lépcsőn, igaz? Igen. Itt is a cél az volt, hogy megmutassunk egy ilyen fejletépést, illetve egy ilyen szemkinyomást, ha már Csabi ezeket legyártotta. Igen, hát innen lopta a trónok harca is, ugye bár... Igen. Nyilván, igen, igen. Én az utolsó dialógus. Most ugye a
Van még a film végén egy ilyen pár snitt, ami srácok lövöldöznek, és jön a második rész. Aztán kiírjuk, hogy jön a második rész. Igazából azt ugye még leforgattuk a házban, ezt a lövöldözést, mert az eredeti forgatókönyvben az volt, hogy a ház előtt jönnek a zombik, és akkor ezek tulajdonképp ott lelövöldözik őket, és így ér véget a történet. A lövöldözést föl is vettük még, de utána ment el az áram. Már nem tudtuk fölvenni a zombikat, hogy jönnek. Azért is kellett új helyszínt keresni. Uh-huh. Viszont megtartottuk azt a pársnittet gyakorlatilag egy ilyen kvázi második rész beharangozójának, ami aztán soha nem készült el. Mert hogy itt a Melinda meg a nagypapa nem haltak meg, vagy őket igen, nem ölték. Igen, a forgatókönyv szerint ők még jöttek volna ott, mint zombi, lelövöldözték volna őket, uh-huh, srácok, és úgy lett volna vége a filmnek, és ez tényleg a vége lett volna, tehát ez a dialógus, ez tényleg a vége. De hogy mivel kimaradt a lövöldözés rész, ezért, és ők el is tűntek a filmből, ezért maradt ez a... Akár jön egy második rész. Igen. Fulladt a pisár. Talán látszik is, hogy ez még az eredeti ház, ahogy a megérkezés is történt, meg a többi. Nem is lettek volna olyan rossz snittek, csak mondom, gyakorlatilag nem tudtuk befejezni ezt a jelenetet már. Megmaradt egy ilyen kvázi második rész. Egyébként terveztünk második részt, azt hiszem kétszer is megkifutottunk az írásnak. Csak aztán valahogy elsikadt a dolog, mert már nem akartunk horrort csinálni, egy szimpla vígjátékot írtunk, illetve írt Mark, de az meg már nem lett volna az igazi, meg valahogy úgy voltunk vele, hogy direkt úgymond rosszul, vagy rossz képekkel, vagy nagyon amatőr módon nem akartuk megcsinálni a második részt, akkor viszont nem lett volna az igazi. Tehát ebbe a filmbe talán az azt, hogy értékelhető, hogy ez egységesen rossz minden benne, magyarul nem lóg ki kb. Semmi. Tehát ez úgy, ahogy van, ezzel a trash műfajjal, meg az egész amatőrségével, ez így, ennek így van való helye. Most ugyanezt folytatni már egy úgymond átgondoltabb, nagyobb költségvetésű filmmel nem biztos, hogy jó ötlet lett volna. Itt láttam nagy neveket a köszönetben, Janis Attila, Rész András, Miskolci Péter. Igen, ők voltak azok, akik szóba álltak velünk elég korán, az első egy-két filmünk után, és kifejezték együttérzésüket és támogatásukat. És őket mindig kiírtuk egyébként. Nem vettek nyilván a film készítésében részt, de csupán az, hogy megverették a vállunkat, ez elég volt. Uh-huh. És itt a vége. Igen. Mennyire volt fura neked ezt ilyen hosszú idő után újra megnézni? Belefeledkeztem olykor, mert megmondom őszintén, nagyon, nagyon rég láttam már, tehát nyilván minden kockáját ismerem. Ez ilyen dupla mozizás volt nekem, mert ugye egyrészt néztem most a filmet, plusz ugye eszembe jutott rengeteg minden a háttérről, meg az akkori életemről, meg ami történt a kulisszák mögött, hogy az lett meg, hogy egyébként 20 év eltelt, mert eléggé frissek az emlékek, tehát rengeteg minden most így följött, hogy közben meg egyébként megöregedtünk, meg felnőttünk, hát én ugye 26 éves voltam, amikor ezt a filmet csináltuk, 25, amikor forgattuk. Ugye a stáb hasonlóan 20 évesekből állt, most meg van köztünk aki már nagypapa. Hát ez az életünknek egy nagyon-nagyon meghatározó, és azt kell mondjam, hogy nagyon élvezetes szakasza volt, még akkor is, ha nyilván megvoltak a magunk problémái, meg a saját életünk, meg ami körülvet minket. De ez a közösségi munka, meg ez az egész határozottan naív, de viszont baromi őszinte lelkes tevékenység, ez azért azt hiszem, hogy nem pénzt megért. Nem csak azért, mert egyébként a filmek megmaradtak, meg ugye most is ti is emlékeztek rá, meg beszélünk róla, hanem mert egyébként meg
ami a háttérben történt, létező voltak nagy barátkozások, nagy közös élmények, ami a miénk. Uh-huh. Amit meg nem lehet elvenni, és hát így tulajdonképpen az egész 20-as éveim erről szóltak, sőt a 30-asok is, hogy gondolok, hogy barátaimmal filmeztem folyamatosan. Úgyhogy ezt nem hagytam volna ki, még akkor is, ha egyébként lehetett volna úgy gondolkodni, hogy elkezdünk filmezni, és majd akkor mutatjuk meg a filmjénket, amikor már kiforrottak lesznek, és nem tudom, tökéletesek, vagy nem is tökéletesek, de technikailag, egyéb esztétikai szempontból elfogadhatóak. Ezzel szemben mi úgy gondolkodtunk, hogy mindent mutassunk meg, amit készítünk azonnal, akkor is, ha még magunk is láttuk a hibáit, vagy a hiányosságait. De azt hiszem, hogyha arra kellett volna várnunk, hogy minden feltétel tökéletes legyen, vagy optimális, akkor egyetlen filmet sem mutattunk volna be. Uh-huh. Ezek azért mégiscsak elkészültek, volt utóéletük, találkoztattunk a közönséggel, külön öröm volt, mert ugye nekünk el kellett vinni a filmet a közönséghez, ugye, mivel nem volt forgalmazónk, gyakorlatilag a legtöbb néző, akik látták a filmet, azokkal mi találkoztunk személyesen. Lehetett élőben látni a reakciókat, utána beszélgetni a filmről, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog volt. Sokkal jobb, mint az, ami egyébként később történt mondjuk a Sherlockkal, hogy bekerült mozi forgalmazásba, de hát igazából kaptam statisztikákat, hogy itt hányan nézték meg, meg ott uh-huh. hányan nézték meg. Nem találkoztam a közönséggel, a közönség nagy részével. Uh-huh. Ez egy lényeges különbség volt, hogy ezt így együtt nézni a közönséggel, együtt részt venni a fesztiválokon, ahol bemutattuk Szigeten, csomó helyen. Uh-huh. Ezt nem cserélném el egy 100 000-es nézettségű filmre sem, ahol meg gyakorlatilag tényleg ez egy számadat. Na hát igen. Most, ha kirakod a filmet, akkor biztosan irkálnak majd a YouTube kommentárokhoz emberek, hogy biztos sokan most látják először. Úgyhogy hát sok sikert ezzel a csatornával, meg hogy tényleg akkor ott legyen az egész életmű, úgymond a YouTube-on. Köszönöm. És most kedvet kaptam megnézni a Sorsolt Glóriát újra. Sokat nem várok egyébként, mert nyilván azóta fölnőtt már egy-két generáció, akik egészen más szemmel néznek erre a filmre, vagy akár a többi filmünkre is. Tehát nem várok én már ezzel semmiféle elismerést, vagy semmit. Inkább egy ilyen nosztalgia, egy ilyen, mondjuk azt, hogy egy ilyen leletmentés. Uh-huh. Ezeket, ha már eltettük, meg valamilyen szinten megőriztük ilyen-olyan minőségbe, közé tenni, nem hiszem, hogy ez kivált bármiféle különösebb reakciót már, főleg az újabb generációkban már nem. Nekik megvan a saját maguk útja, akik filmeznek, akár függetlenek, készítik a saját filmjeinket, filmjeiket, mivel egész más háttérrel, egész más felfogásból. Ez így jó. Hát meglátjuk. Szerintem azért sikerül felhívni erre a filmről a figyelmet ezzel az audio kommentárra, mert eddig mindig nagyon jók voltak a visszajelzések, és hát köszönjük szépen, mert tényleg nagyon szórakoztató volt, és mindig annyira jó látni, hogy mennyi munka van egy-egy ilyen jelenet mögött, és mennyien muris adalék info van, mint amit mondtál, hogy megjelent ott a falu a forgatáson, meg elment az áram, meg ilyenek. Hát meg, hogy a pénz és eszközök hiánya milyen igen. szinten megdobja a kreativitást, ugye? Pontosan. Ez a független filmezésnek egyik legjobb, legszebb része. Igen. Pontosan így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok, és hogy ezt így ez az egy órát így végig beszélhettem. Határozottan jól éreztem magam. Na, örülök neki. Nagy ti is. Abszolút. És hát talán majd folytatjuk. Ha esetleg bármi új projekt van, akkor jelentkezz itt. Biztosítunk neked platformot. Nagyon szépen köszönöm, mindenképpen jelezni fogom. Jó, kedves hallgatók, akkor reméljük, hogy nektek is tetszett a film, illetve az audio kommentár, és akkor írjatok mindenféle kommentárt, és akkor találkozunk legközelebb a csatornánkon, vagy a Cruel World Teamnek a csatornáján nézelődjetek. Na, köszönjük szépen a figyelmet, és sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!